Tehát mielőtt megkezdődik a webinárium, gyorsan nyitottam egy pozíciót, megbízás módosítása vagy törlése. És ebből a pozícióból lezárunk gyorsan 07 et Gyere elmondom, miért nyitottam. De ezt megelőzően természetesen beszéljünk a kockátokról. Látszódik a nyilatkozat? Ha igen, akkor kérek egy visszajelzést. Elvileg egy perc múlva kezdődik a webinárium, a tőzs, de igen, kockátos. A lakossági befektetői számlákon 81% jelenleg veszít. Szerintem ez valatilis környezetben akár 85 vagy akár magasabb százalék is lehet. CFD-kkel, tőkártétes kereskedéssel, Forexen, ETF-ek, részvények, határidős indexek piacán, bárhol kockázat van most, meg aztán fokozott a kockázat. Remélem volt időtök ezt elolvasni. Igen, akkor térjünk át arra, amiért mindenki itt van. mt 5 is lehet skalpolni, az mt 4 szoktam, mert nekem az szimpatikusabb, mint az MT5. Tehát kinek mi tetszik. Az utolsó trédem, ami itt van alul, ez nem rég nyitva lett. Megint lezárok egy részt. Azt úgy kell, a jobb klik, piaci végrehajtás. És teszünk ide egy tégprofitot. Ki az, aki tudja, hogy miért kötöttem ezt a trédet? Kezdők még nem biztos, hogy tudják, de aki már volt ilyen és hasonló előadáson, azok kedvéért mutatom. Ez itt milyen alakzat? válfejvál. Mi van akkor, ha ez a válfejvál nem jön be? Csak kérdezem. A válfejvára mindenki sortól. Tök jó. És én most mire játszok? Arra játszok, hogy nem jön be. Viszont mindjárt megnézzük, hogy miért is játszok erre. Ki az, aki tudja? Lehet, hogy tévedek egyébként. csinálunk egy zöld színű csártot most a Dow jones ha nem gond. Méghozzá az euró dollár helyére. Hát itt ugye mindenki sortol, ami tök jó egyébként, mert a válfely alakzatnál célszerű sortolni. Én viszont ezt csináltam, megmutatom nektek a számlatörténet fő utolsó pár A menjünk sorba ugye miket is vásároltam. Dow Jones ráhúzások következnek. Számba ezt ti is meg tudjátok csinálni. És akkor nézzük, miket csináltam itt. Lehet, hogy ki fogok szloppolódni. Ez volt az első próbálkozásom, mivel úgy arra játszottam, hogy elmarad a válfejvál. Ez pedig a második próbálkozásom, hogy elmarad a válfejvál. Összességében látható, hogy ezek nyereséges trédek voltak ami azt jelent heti, ha most kisztoppolódok ezzel a picike kis tréddel, akkor fogok bukni még 7 dollárt. Tehát önmagában nincs egy extrém nagy kockázatom, én úgy gondolom. Nem tágítunk stoppot, stoppot betettem a kanóc alá, és ugye azt figyelhettük meg, hogy a volatilis piacokon emelkedő trendek környékén elmaradhat a válfejvál, illetve a duplatop alakzat. De az, aki nem tudja, mi ez a válfejvel és a duplatok, nyugodtan írja be a Azok kedvére elmondom, de most is el, el tudom mutogatni. Ez a vállla, ez a feje, ez a válla, és a nyakvonal törésénél általában mindenki azt szokta mondani, hogy akkor irány a sort. Itt és most lehet, hogy sort lesz. Ezt megelőzendő. Azért egy-két dolgot mutogatok. Van nekünk egy nasdaq is, egy 040-es pozíció. és van nekünk szerintem talán egy picike okunk arra, hogy ebből legalább 0 20 zárjunk. Ezt azért csinálom meg, mert péntek van. Egyébként a Nazdaknál is van ez a vál fej vál. Elvileg itt is elmaradhat a válfej vál, ha minden igaz. Ha nem, akkor bizony lesznek kis stoppok, de ezzel nincs is probléma. Ha menjünk vissza a Dow mert ott ugye megvan ez a pozíció, amit nemrég kötöttem. 20-42, az a magyar idő szerint 1942-nek felel meg. Ugye egy jó idő van ennél a szervernél, amit én használok. <coughs> Másik országban van. És egyelőre nem csinálok ezzel a pozícióval semmit. Itt ugye remegő módon Trédel az, aki még nem zárt parciálisan, de bemutatom a későn érkező kedvéért is, hogy ez a pozíció viszony le van záró parciálisan. Az elő, előzőek is, tehát igazából itt azt lehet látni, gyakorlatilag jó pár tréd történt az elmaradó válfej alakzatra. Úgyhogy, ha ezeket itt összeadogatjuk, 20-39-től, tehát 19-39-től 40, hát jó sok dollár nyerő az utolsó pár sor, és ezzel szemben bukhatunk ennyit. Itt lép be a tőzsde pszichológia, ugye a parciális zárás az arra jó, hogy merjünk bukni picit, ha már eltettünk zsebre nagyobbat. Menjünk vissza szépen az elejére a dolgoknak, ezzel a pozícióval lesz, ami lesz, ez most engem nem érdekel. Menjünk vissza ide a fehér csártra, és picikét bezárok itt most mindent, csak a csártot nézegetjük itt volt egy pozíció, ki az, aki látja, ennek ki tudhatja az okát. Ugye ezt követően kialakult egy dupla ez mindenkinek nyilvánvaló. A dupla aljaknál elég jó kis belépőket lehet találni. Ennek a belépőnek ki tudja az okát. Nézzétek meg a két gyertyát, felnagyítom. Hoppá. Tehát kicsikét túl nagy ez a gyertya. Azért szeretem a kisebb gyertya Látszódik most a gyertya? Hogy hívják ezt, amikor egy, van egy piros esőgyertő és egy zöld, megindul nagy lendülettel, és nagyobb is lesz nála. Ki az, aki tudja? Közben, hogyha a maradék pozícióval kisztoppódok, nyugodtan írjátok be a cseta hogy tudjak reagálni, mert látom a képernyő végét. Úgy hívják, hogy most fogok kisztoppódni. Bullish engulfing, tehát átul elő Ami azt jelentheti, hogy estünk, majd hirtelen nagyot fordultunk, valószínűleg nagyobb forgalommal, azaz egy fordulatot jelez előre. Ki az, aki még más okot is lát erre, hogy én ott beléptem? Ugye skalpolunk haladó szinten ma, ami azt jelenti, hogy mutatok egy-két trükköt. Ez itt egy trend közbe közben kisztoppolódtam. És a csatorna aljáról fordulunk fölfele, és meg is indul a csárt szépen gyönyörűen. Itt Jól elhelyezett stoppon volt a trendcsatorna alatt, és ez a leszúró kanóc sem vitte el a pozíciót. Úgy gondolom, hogy nem egy rossz trade. Tehát ez volt mondjuk egy trade. Ki az, aki azt mondja, hogy ebbe a pozícióba belépett volna a sort irányba? Mondjuk itt. Milyen alakzatnak hívjuk őt? Dupla top ahol a többség a nyakvonalon lép be, itt most tök mindegy, hol lépze, a kevesebb emberke pedig itt lép be, ahol most én. És picit az élő piacra, aztán folytatjuk a merengést. De azt látom, hogy a válfejvállalakzat kezd bejönni, ezért most szépen fogom a view, azaz nézet kinyitom a terminál ablakot, és elkezdek zárogatni pozíciókat. Ezt a nazdakot, ezt a nazdakot, ezt a 0 20 és talán még ezt is. Mi a zárás oka? De egyrészt az, hogy a válfejvából lefele törtünk ki, azzal szemben, amit én vártam, tehát nem, nincs olyan nagy probléma, mert a levegő pozíciók elég szépen állnak. Másrészt az a feltételezés, hogy jöhetünk lejjebb. Picikét nézzünk át a másik csártokra is, de ezt megelőzően én még mutatok nektek egy-két dolgot. A aljáról a fordulat trédelése az így nézhet ki. Ilyenkor itt is lehet zárogatni, itt most szerencse is volt. Ez a belépő, ez mivel magyarázható? Ki tudja? Ferde törés, azaz a trend irányába mehet tovább a kereskedés. Egy trendkövető skalp stratégia, nagyjából ez a trendvonal. Oké. Okay. Na most akkor nézzük meg, hogy ez a trade vajon miért lett itt lezárva. Itt azt gondoltam, hogy kitörés után jön egy visszateszt. cikét arra volt húzva ez a vonal, mondjuk így. És azt gondoltam, hogy visszatesztet követően elindulunk fölfele. Tévedtem, gyorsan kidobtam. Mikor viszont másodjára leteszteltük ezt a vonalkát, akkor megint megnyomtam itt a gombot, tehát a ferde vonalak érintésének, ferde vonalak törésének lásd ezt a pontot, ezt a pontot, nagyjából mindig skalp belépő szerepe van. Oké, okay. itt volt a válfej vál. Nézzük meg azt, hogy itt most törlök mindent, hogy nagyjából itt 20 óra 21 környéken, tehát 19 óra 21 környéken, én mit csináltam a számla történetbe. Ez ugye itt van. <kül> mínusz 19, 27. Először talán a nasdaq kéne megnézni, de mindegy, ha találok dót, akkor azt is megnézzük. Itt van egy dó, 20 19, es meg itt van egy dó. Lekicsinyítjük. Látható-e ez a méret, vagy nem? Közben azért a biztonság kedvéért most beletrédelünk egy lotta, legyen egy kis kockázat, meg egy kis élmény nektek, vagy bukunk, vagy nem támasz szint alá helyezem a stoppot. Tehát ki az, aki tudja, hogy amikor ezen a ponton van a csárt, látszódik a képernyő, vagy nem? Hogy itt van a belépő? Akkor nekem mi lehetett a belépő oka? Szokatlan tréd ez is. Ha látom, hogy van egy bukli, van egy nagyobb, akkor elképzelem azt, hogy lehet, hogy ebből egy vál, fej, vál lesz. Tehát itt, mint hogyha elővennék egy tükröt, amit ide illesztek, fogom a keresztemet, és ha ez a tükör jó, akkor még a bal válnak ugye jobb oldalon is meg kéne ismétlődnie. Tehát ideig följöhetünk. Ez le is lett trédelve. Egyik részét itt zártam korán, ugye fölcsapott a gyertya, mire megnyomta a gombot, lejjebb jött, az volt a 07 az egy lotból, másik részét pedig itt zártam. Tehát ez egy parciális zárásos, fejvállalakzat trédelés, csak nem a szokásos nyakvonal törésre, hanem a fejvál alakzat kirajzolódására történt a játék. Ez is szerintem, hogy aránylag szokatlan lépés. Na most akkor nézzük meg, hogyha itt most kinyitom ismét a View menüt. Nyugodtan, hogyha kezdők, bármi nem világos, bármit elmondok inkább százszor is. És nézzük meg, hogy a NASDAQ csártyán mondjuk miket lehetett csinálni. Ugye itt volt egy tréd, aminél én szintén ebbe a forduló gyertyába kötöttem bele. Ezt kötöm, viszont volt egy ilyen tréd is. Ki az, aki sejti, sejteni véli, hogy milyennek a trédnek az oka? Erről a trédről beszélünk. Segítek. Fehér hátteret szeretitek, vagy a zöldet, vagy a feketét? Én jobban szeretem egyébként ezt a zöldet. Áthúzzuk ide a nazlakot. Kicsit ránagyítunk. És ezt itt ki is kapcsolom. Hát erre rá lehet húzni azt, hogy fordított válfejvállalakzat, vagy nem? Tehát ez itt a válla, ez a feje, ez pedig a válla. Szerintem igen. És itt ebből volt parciális zárás valahol itt, a többit pedig elengedtem a pozíciónak. Azért szeretem a kisebb csártot, mert nagyobb távolságot belátok. Oké. Okay. Akkor nézzük meg azt, hogy most ennél a pozíciónál szerintetek NASDAQ környékén vagyunk. Érdemes-e a stoppot módosítani, vagy nem? Stoppot nem tárítunk soha, az biztos. érdemes ebből kiszállni egy gyors csúszó stoppal, ami most ott lebeg a végén, vagy pedig inkább hagyjuk. Mutatom nektek a nyitott pozíciókat. Figyeljétek a Dow Jones-t. Picit korrelál a nasdaq tehát a Nasdaq megy fölfele, Dow jones pedig már van profit. Ilyenkor átkapcsol a gyors skalper Dow Jones-ra. Elvileg az elsődleges célár szerintem a vál-fejvál alakzatnak a nyakvonala, vagy tévedtem egy nagyot és kisztopolódok. Miből gondoljuk azt, vagy én gondolom azt, hogy fölmehetünk, de ez nem befektetési tanács, hogy kössétek élő számlán pláne, mert eléggé veszélyes piacokon vagyunk, ugye van orosz-ukrán konfliktus, stb. Bármikor jöhet egy 100 vagy 200 pontos gyertya lefele. szerintem fölmehetünk nyakvonalat visszatesztelni. Általában a letöréseknél szintig vissza szoktunk tesztelni. Én nem szoktam megvárni a, megvárni a szintet, hogyha a stop lossom, picit följebb igazítom, most ugye, hát lefele nem igazítunk, csak fölfele. Ha buknék, akkor mennyit buknék? Nem tudom, de följebb már 27 dollár lenne a bukom, ha kisztoppolódnék. Nézem a számlát, hogy közelíti a 27-et, úgy lassú voltam, ott már bekészülök egy zárásra. De 27-et bukhatok, ha már 27-et mutat a levegő, ott készülök egy zárásra, most ezt lehet, hogy eltaktikáztam, de azért megnézzük, hát ha nem jobb klik, megbízás módosítása vagy törlése, piaci végrehajtás, és ide begépelem szépen a 0,7-et, annyit szoktam zárni belőle, és ha mákon van, amikor itt lenne ilyen 25-26-27-et látok pluszba, ez, vagy így lesz, vagy nem, akkor bizony gondolkozok a pozíció zárásod, de lehet, hogy ezt megelőzendő ki fogok stoppolódni, hogy mindenkinek legyen egy ilyen élménye is mára. Tehát a trade az azért jó, mert ennyi a kockázatom, és ennyi a hozamom. Tudom, hogy trenddel szemben kereskedek, de a skalpolás egyik válfajának, countertrend skalpnak, ez is a lényege. De most ez lehet, hogy nem fog bejönni, semmi gond ezzel. Ilyenkor azt lehet csinálni, ha nem jön be, hogy a meglévő day trade, tehát skalpból day trade-be engedett pozíciókból részárásokat fogok eszközölni, de lehet, hogy be fog ez még jönni a későbbiekben, mindjárt meglátjuk picit türelmesnek kell lenni lehet, hogy a nazdag pozíció az kisztoppolódott tehát nem probléma nézzétek a számlálót itt alul 23, 24, stb megint lassú volt Zoltán pedig gyors szokott lenni mi addig jár a Korsó útra, amíg el nem törik. Volt majdnem kettő kiszállási lehetőségem. Én úgy gondolom, hogy lesz itt még sárga vonalka is. Úgyhogy halál nyugodtan várunk egy picikét. Vagy tévedünk egy nagyot. Rányom még a gombra, vagy izguljunk még egy picit? Vagy rátegyek egy csúszót, lehet szavazni. Ez egy demószámla, de ettől függetlenül nyilván tök jól de nem beégni előttetek. Tehát mi a javaslat? Amikor rányomok a gombra, akkor szerintetek kilő a csárt fölfele, vagy nem? Nézem a chat ablakot. Sokan mondjátok azt, hogy várni, várni, várni. Valaki azt mondja, hogy 25, vett ki, tehát mindenki mást mond. Ugye a tőzsde pszichológia, ilyenkor nézegetem a lebegőt, és most fog. A sárga közelítésnél szépen lezártam a 0 hetet. Ha visszahúzom most a nazdakot, lehet, hogy kisztoppolottan meg is nézzük. Ott is van, látjátok? a nazdaknál, ugye pórú jártam, nem sokon múlt, Megnézzük, hogy a Nasdaq esetében vajon egy nagyobb skapal, helyre lehet-e hozni ezt a kis hibát. Gyorsan ránézünk a levegőre, mennyi volt a Nasdaq minusz? 16 dollár. Hát ha annyit nem is tudunk helyrehozni, egy pár dollárt megpróbálunk, aztán vagy bejön, vagy nem. Nem pont ugyanannyit kell egyébként elérni, ezt csak én találtam ki. Addig, hogy ne izguljunk annyira, visszakapcsoljunk a Dow Jones-ra. Itt az a tervem, zsebre tettem a Dow esetében X-et, el tudok bukni ennél jóval kevesebbet. Ha esetleg elmennénk a sárga nyakvonalig, akkor ez egy fals letörés lehetne feltételes módba. Ha esetleg ezt még át is törnénk fölfele, akkor minden csodálatos lenne. Majd később ránézünk, lehet, hogy a kötése kötésem egy ökörség volt, de itt ugyanez a játék lényege, csak picit később vettem bele és nagyobb lotta, hogyha ezt itt áttörnénk fölfele tartósan, akkor bizony megindulhatna a nazdag fölfele. méghozzá elég szépen. Azt szoktam mondani, hogyha skalpolásnál kiütnek, nagyon gyakori eset ebben, belépek ugyanabba az irányba. Nem nagyobb pozíció, ezt most csak hülyeségből csináltam, de általában beszoktam lépni ugyanabba az irányba. Türelem játék a tőzsde, és is. És ismét az a jelszó, hogy várunk. Addig átnézek a DAX csártyára. Ez itt lefele játszik. Ezt itt lezártam. Ne izguljunk annyira. Ha esetleg kisztoppolok, betezzék a stoppokat. Ennél a dax szintén egy fordulat volt a belépő oka, ahol azt gondoltam, hogy ez itt egy fals letörés lesz, tehát leszúrás, visszateszt, és mehetünk fölfele, ezt a szintet néztem. Hát itt most így jártam, a NASDAQ az már csúnyán néz ki, vissza is kapcsolunk rá. Reméljük ezt a pár dollárt nem bökik el, de mivel lefele tartanak a piacok, hogy elnézem, szépen a hétvége örömére elkezdek zárogatni a pozíciókból, már ha az internet engedné, és akkor szépen tiszta lappal játszunk tovább, úgyhogy ne legyen lebegő a pozíció. Na most akkor gyorsan megnézzük azt, hogy a NASDAQ esetében mi lehet a következő célár. Én azt mondom, hogy ide lejövett a csárt, de azért ennek örömére csatorna kereskedéssel megpróbálkozok most. A sárga szint alá helyezek egy vonalat. És elbeszélgetünk arról, hogy milyen belépők voltak a módban, hogy ne trédeljünk itt péntek délután már ennyit, mert gondolom unatkoztok. Ez nem trendcsatorna, hanem egy esővék alakzat, ahonnan még nem vagyunk a végén, de az most mindegy. Nem sikerült párhuzamosra. Nézzétek el nekem. Tehát az a lényeg, hogy azon kell most imádkozni, ne essünk be a támaszvonal alá. Mivel én most nem látok itt Dow Jones-t, DAX-ot viszont igen, megnézzük a DAX csártyát is. Esünk, mint a kő. DAX-al ilyenkor én már nem kereskedek, péntek után. Inkább megnézném, hogy mi történik a Dow Jones-on. Márha itt lenne, az a csodálatos Dow Jones. Ugye <laughs> a levegő pozíció most nincs, viszont a lezártunk az egyre jobban áll, ezért is merek kockáztatni, ide pedig ráhúzunk egy Dow ami jelen pillanatban támasz szinten van. Itt azt mondom nektek, egy szolid méretű tréddel, egy lottal, hamarosan megvizsgáljuk, hogy lesz-e fals letörés, vagy a támasz -e, vagy nem. És majd akkor nyomok rá, amikor úgy érzem, hogy rá kell nyomnom. Vagy tévedünk, vagy nem egyedre várunk. Sortolni most nem fogok, mert számítok egy visszahúzásra, tehát ebből lehet tévedés is persze. És az a célom, hogy ilyen 12800 alá nem menjen ez a számla. De ettől függetlenül picikét tudja parciálisan zárni, másfél óttal fogom megnyomni, és ebből majd egyet fogok zárni, hogy a kedvező irányba vagy a piac. még nem tartunk egy előre. Várunk. Közben berajzolom a másik támaszt. Az itt ez és most a gombra, és a másik támasz alá helyezem a stoppot. <tosz> ha a gyertya itt zár fönt, akkor ez megfordíthatja az esést, és akkor a türelem rózsát teremhet. Megnézzük, mennyit bukunk, ha bukunk. Szép lassan, türelmesen ráérünk. Hát elég sokat, 45 dollárt, és úgy azt mondtam nektek, hogy tök hogyha 12.008 alá nem menne be a számla. Nincs jelentőség ennek a 12.8-nak. Mennyi kezdtük az előadást? Kb. 12.5 körül, vagy 6, nem emlékszem. Nem akarom, hogy nagyon nagy baj legyen. Olyan nagy baj nincs szerintem. Közben ránézek a csatablakra. 12.626 azt mondjátok. Jó, tehát igazából az alá nem kéne bemenni. Ezen a számlán egyébként egész nap izzadtam nektek, hogy legyen egy-két tréd, és aztán beszélünk arról is, hogy milyen trédek születhetnek, vagy születhettek volna a -e szép napon, akár kisztopódunk, akár nem. Itt most a kisztopódunk, semmi probléma, van ez így. Egyelőre még működget a támasz, alatta viszont nagyon messze van a következő, itt, itt, illetve itt, tehát, hogyha ez itt elesik, akkor viszont egy komolyabb jöhet, és akkor még elképzelhető, hogy a NASDAQ pozíciónk sem lesz annyira szép és csodálatos. Ugye péntek este van, lehet, hogy a nagy befektetők éppen most a long pozícióikból táraznak kifele, ezért vagyok én is a szokásosnál óvatosabb. Ez a jött valami. mindjárt kisztoppolódunk. Egyébként annyira izgultak, hogy 12.626, hogy azért megmutatom nektek. Szerintetek mikor lehet nyitva ez a számla? Picikét agresszíven meg lehet nyomva, azt gondolom. Tehát nem olyan nagy tragédia, hogyha a profit visszamegy egy picikét. Volt jó párködés. Egyelőre a mi kis támaszunk még működni látszik. Ezért kell mindig a támasz szint alá tenni a stoppokat, vagy a skalpoltok, és nem kell izgulni, mert ha ez fals letörésé alakulna, akkor elképzelhető, hogy ebből egy komoly kockázathozamarányú kis trade jönne össze, de ezt mindjárt meglátjuk. egyelőre azért óvatosan fogalmazok, mert a péntek délutánoktól, főleg olyan napok után, hogy Fed hírnapján mentünk ezer pontot, másnap 1000 lett le kb. Hát azért nem annyira mulatságos most őszézni, gondolom azok, akik élőben vagy demóban nyomták az elmúlt napokat, azok le tudják támasztani, hogy nem volt egy csodálatos dolog annyira. megindult a mi kis fals letörésünk. Ha elmegy a stoppom távolságába kb. egy egységet, akkor ebből le kéne zárnom egy lotot. De most én a helyzet kedvéért, hogy egy lotot azért kéne lezárnom, hát most kevesebbet fogok, ha nem gond, mert akkor a kis stop nem lenne tragédia. Na visszamegyünk a nasdaq -ra. mi a pálya, Nagyon-nagyon keményen működnek a támasz alatt elhelyezett stoppok. Most ezt látjátok ti is. 13 ezerre ki kéne kerekíteni ezt a számlát. A nasdaq-ból nagyobb részt fogok zárni, attól jobban fázok egy picit, mert a technológiai részvények nagy része az lufi. Ebből 1,4-et kidobok. A Dow Jones esetében pedig visszaváltunk oda, ha megtalálom. Ott én azt gondolom, hogy szolidan egy kicsi 0,20-szal kiszállunk, de előtte lemérjük, hogy mi a pálya itt. Ha itt bukok, az 29, ugye? Én följebb húztam egy piciket a gyárnyalatnyol előzést. Tehát ha bukok, mondjuk 35 dollár. Lebeg 42. Most csak az egy harmadát zárom, tehát nagyon-nagyon picikem mértékben megyünk. Akkor megnézzük, mennyit tettünk el. Azt mondja, hogy 03-at, 11, meg itt még volt azért valamennyi, nem állunk annyira rosszul, és ha viszont bukunk, akkor mennyit bukunk? 24-et. Tehát ez a pozíció nagyjából le van rendezve. Menjünk át a NASDAQ-ra. NASDAQ-tól picikét azért fázunk. Ott én most azt fogom csinálni, amit nem szoktam, hogy feljebb húzom a stopot, de még nem a break pointba, csak egy picikét. Ha ebből a dupla lesz, akkor nem kéne leengedni a dupla másik aljáig, de egy picikét várunk. Alapvetően a dóra szoktam koncentrálni. Most itt a játék kedvér volt pár más trédem is. Ha már itt vagyunk a NASDAQ csártyán, Ugye itt volt egy belépő, korábban, aminek nagyjából az az oka, hogyha innen húzunk egy vonalat, akkor látjátok, hogy ez minden pattant első körben. Ez volt a fordított válfejvál, és itt volt egy sort belépő. Látjátok ezt a válfejválat itt, amin mutogatom az eret? Válfejvál, megnyomtam a sortot, lezártam, és utána egyébként visszafordítottam a longba, vagy a nazdagot, vagy a dót, nem akarok hazudni, és utána elindult föl, -föl a csárt, mert ez egy elmaradó fejvál volt. Ráéreztem arra, hogy bizony ezt nem kell annyira sokáig tartani. Főleg azért nem, mert itt volt fönn a stoppon, vagy pedig itt volt a vál fölött látható is, tehát még mélyebben volt a stopp. Ezt követően volt egy fals kitörés, ami után általában lefele szokott menni a piac. Gyönyörű szépen megyünk föl, fel, látjátok? És ha van egy fals kitörés, amit rendvonaltöréssel párosul, akkor abból lehet egy recs is. Itt van ez a csodálatos válfejvál, amivel itt szórakoztam. Végül is lejött egy ideig, de azért sok minden meg lehet trédelni, amit a nagykönyvek nem tanítanak még azt is. Dow Jones esetében Zoltán gondol egy merészet, idrakették profitot, majd tüsszent egyet majdnem. Nem látszódik a take profit. Ezt itt szépen törlök most innen mindent, jó? Ide raktam a take profitot, és nagyon szolid mértékben 57 dollár lebeg, 60 lebeg, ebből egy 0,20-ast elteszünk, és akkor tényleg nem izgulunk semmin, mert ha 0,20-at eltettünk, akkor itt ugye nyertünk 14 dollárt még, és ha kisztoppolódunk akkor bukunk 17-et, de ezt megelőzendő még a dokkal, 14 meg 12, az 26, 40, 1 -2 dollárnál vagyunk, és bukhatunk relatíve picit, tehát itt nincs izgalomra való Miért raktam ide a take profitot? Nem is szoktam take profitot használni. De a helyzet kedvéért még följebb rakom. Miért raktam oda a take profitot, ahol az előbb volt? Hát mivel nincs meg a vonal, mert nem tudom, hogy melyik vonalról beszélsz. Mert hogy töröltem. Az első vonal nazdakon, menjünk át a nazdakra. Ez. Igazából innen is lehet indítani. Kb. ugyanazt kapod nagyságrendileg, ha erre gondoltál. Nyilván, hogyha innen, tehát hogyha ezt látom, akkor nyilván így fogom húzni, Ugye csak ennyit látok és csak a helyzet kedvéért ide is lehet húzni egy vonalat, mutatom. És ennek is lehet, hogy lesz jelentősége, nézzük meg. Látjátok? Ez a vonal, amikor áttörik, akkor utána van egy gyönyörű szép belépő longra, és utána még a korábbi lokális csúcsig is akár eljöhetünk, ami ez itt. E fölött alakul ki a fals letörés, tehát itt kirázták a sortosokat, és talán megy szépen lefelé a piac. Ez a játék arról szól most a volatilis piacokon, hogy mindkét irányból ki vagyunk rázva. Hát most ugye már ki, mert lehet úgy is trédeni, hogy két irányba játszol, egy irányba játszó, stb. stb. Nézzük meg a Dow Johnson milyen csináltam. itt volt egy long, el le lett zárva, ott egy long el lett bukva, újra be lett, le lett zárva, és itt volt ez a fejvállas okoskodás, és ha megnézzük a reggelt, nem tudom, hogy a reggel rajta van-e a csárton, itt volt egy tréd, meredek ferde van a törésében bíztam, már kialakult egy duplavé, és ezeket parciálisan zárogattam. Valahol volt egy sortom, látjátok ezt itt? igazából mákom is volt, és szerintem ebbe a duplatokba is belesortoltam valahol, de erre nem mernék megesküdni. Na nézzük a csárt végét, de közben megnézzük a DAX-ot, hogy ott esetleg, mert ott most nem szeretnék ügyködni, tehát Dow Jones csárt vége. Semmi extra. Nasdaq csárt vége, semmi extra. Hát ha elköszönünk ettől a két pozitól, az sem olyan nagy tragédia. Mert ha most ügyesek lennénk, akkor is ki van kerekítve 13-ra a számla. És így az a feladat, hogy 12-8 alá ne menjünk be. Nyomunk egy agresszív trédet. Gyorsnak kéne lenni a stop loss betöléséhez. Reméljük, hogy nem lesz duplaj, ahhoz leszek, akkor tévedtem. Arra játszok, hogy ez a támasz itt, nem akarom a szaggatot ráhúzni, ez megfogja a csártot. És ha még mákom is lenne, de nem lesz, akkor ezt megnyomnám, ugyanezt a trédet lottal, mert a dax picit fázok. dax ott a duplája alá teszem a stopot, és megnyomnám nasdaq is, de már azért nem akarok ott nagy lottal kereskedni. Megnyomjuk nyomjuk meg nagy lottal. 2008 alá nem menjünk, ugye? 12008 úgy értem. Nézzük meg, hogy érdemes itt a nap végén. A NASDAQ esetében. gyorsan kell operálni, messze van a stop loss. Ezért bekészítek egy csúszót, ha egyáltalán lesz rá időm. És egy biztonsági stoppal játszunk, nem a legjobb risk reward, de most engedjétek meg ezt. Három csárton egyszerre de nem annyira egyszerű, főleg úgy, nézik. Terveim szerint innen vagy maximum duplaj környékéről, Neki fogunk futni a 12.700 környéki árfolyamnak, vagy tévedek, de a 670-nek szerintem sancos, hogy neki futunk. Igazából kikerekedettük a számot 13000 az, az nem olyan rossz, nem tudom miért védelek, de gondolom azért, ha már ezért jöttetek ide, hogy skalpolunk, akkor skalpoljunk. Maximum végére csinálok egy-két ordas nagy hibát, ez nem baj. Várunk, várunk, várunk. Egyéb iránt ezt itt meg szeretném nektek mutatni. Ez az elsődleges gondolatom. Vagy egy duplaj. Ha esetleg a duplaj emeltem is meghíjul, akkor tovább fogunk esni ezen vonalak mentén. Ha viszont ezt átvisszük fölfele, abból még egy-két jó dolog is kisülhet akár. Jó lenne ide behozni a stoppot a vonal alá amúgy. most a három csárton egyszerre nem szeretnék itt ügyeskedni. Azt szeretném elérni, hogyha idáig följönnénk, akkor tudnék parciálisan zárni. Persze ez nem kívánság műsor. Rákészülünk. Itt az a baj, hogy szerintem a hétvégétől mindenki tart. De lehet, hogy lesz egy-kettő komolyabb jelölt, aki mer nagyobb pozíciókat vállalni. Ezt rosszul nyomtam meg ezt a gombot. Fantasztikus. Na majd a Dow Jones talán kárpótól ezért a rossz gombnyomásért. Tehát ugye ez lett volna a terv az dakkal. Tekintsük úgy hogy, úgy, hogy egy lotunk volt, és majd akkor fogok parciálisan zárni, amikor majd oda fogunk menni fölfele. Megnézzük a DAX-ot, hogy ő mit csinál mostanában. Rajzolja a dupla aljat, ami kis dax -unk. Igazítani fogom a jobb aj alá stoppot, csak előtte gyorsan parciálisan az árat nincs időtökölni. Itt most csak nulla öt fogok, mert szigorúan igazítjuk a stoppot. Visszakapcsolunk a nasdaq -ra. ott vagyunk a ferde vonalnál, ugye itt kellett volna a háromból kettőt kidobni, és már nagyon jól állnénk, állnánk. Most itt ebből egy 0 et dobok, mert már tudom, hogy belassultam. Gyorsan megnézzük a Dow Jones-t, ott elaludtam, Picikét láttátok, hogy volt pluszba, Hát ilyen gyorsan kell parciálisan zárni, különben baj van. És itt most lehet, hogy még nagyobb baj lesz. Főleg kellett volna igazodni a stoppot, mert ez a duplavé ez már nem annyira tetszős W-. És én itt most egy picikét, följebb is hozom a stoppot, ne bukjunk el olyan nagy összeget. hát ez már egy is egy elég csúnya kis lenne. <kül> hát ez elszáll ez a pozi, ez így van. Akkor viszont a Nasdaq sem biztos, hogy jó lesz. És még az is lehetséges, hogy a DAX is elszállogat. Hát igen, ha a dó esik, akkor minden esik. Megint 12.9-nél járunk. Nézzük a támasz szinteket, hogy hol lehetne ismét itt vételeket eszközölni. Utolsó trédek egyike jön. Túl messze van. Túl nagy a lott méret. Hát itt ugye az lenne a terv, hogy visszateszteljük a sárgát újra. Vagy a terv ugye füstbe megy. A sárgánál kéne elengednem kettő lotot a háromból. akkor lenne jó talán a money management. És kezdjetek el imádkozni. Imájtok, imádtok meg hallgatásra talált. Azdaktól megszabadulunk, nem szórakozunk vele. Ránézünk a daxra, ott pedig belekötünk egy lottal a biztonság kedvéért. Dojonsból pedig szolidan egy 0-3-at fogok zárni, had menjen fölfele. Szegény daxa, mi lesz? Ő most kap egy csúszóztoppot, pedig nem azt kéne csinálni. Csak a Dow jones akarok koncentrálni, az a kedvencem. Ha ez egy fals tetörés lesz, akkor ezt itt át kéne vinni fölfele. Ha meg nem, akkor ismét lebukunk 13 ezer alá. De a kerekszámokat Alulról nem szabad nézni, csak fölülről szoktam néha. Ide rakunk szépen egy stoppot. Annyi alá. Na, kerekítsünk. Legyen 12,999 vagy 98. Az előadás vége. Majd, vagy esetleg tegyünk fel ide egy t profitot. Hadd szóljon. Ugye arra, arról szól a skab. De miért dobjam ki mindet? Hát 3000 nyerő van. Az rossz. Hát akkor nézzük meg, vagy mondjuk a dax mik voltak, ezt pedig a historiból nézzük meg, mondjuk jól lenne, ha működne az egerem, is. Tehát, nem baj, ha lemegy mínuszba, nem érdekel már ez. Miket lehetett volna kötni ma a DAXON első körben? Ezt nézzük meg. Ezt itt be is csukjuk, nem izgulunk. Aztán beszélgessünk egy kis kalpelmértről. Május 6-a, duplatop, ott volt a sort, egy rész itt volt lezárva, többi lehet, hogy el volt engedve, lehet, hogy nem, nem emlékszem. A belőbb oka az körülbelül ez a vonalka. Tehát ez egy hatalmas duplatop. Következő, szintén hatalmas duplatop, vagy egy ilyen dupla alj ami a trenddel szembeni kereskedés miatt parciális zárással intézene. Belépek itt, egyel, itt kidobok 0-0-et, többi vagy, vagy vagy akkor zárom manuálisan, két aljat kötő történetnél itt lejövünk. Innen meg lehet sortolni. Utána húzok egy ilyet, ezt itt megszívtam volna, viszont amikor kialakul a duplatop, akkor lehet sortolni, vagy amikor alulról másodjár metszi, mivel ez egy fals letörés, itt azt a kis stoppot, ezzel a picike fals letöréssel, vagy itt lépzel, vagy a ferde vonalnál, én itt szoktam, itt már zárok, ez már akkor vissza van hozva ez a mutatvány. Itt meg aztán pláne. Ide van húzva az emelkedő trendvonal, ha ez törik, akkor sort, tört is, ezt meg később videóztam. ha az alulról törik, akkor lehet, hogy long mármint a meredeken ferde. Ez itt most. És azt szerintem parcellázás miatt nem is volt rossz belépő. A stoppod meg itt van alul végig, és ezáltal az egész pozíció megmarad. Ha az esőtrend véget ér, akkor viszont nem célszerű dupla toppokat kötni, mondjuk ezt picikét be lehetett volna, viszont amikor van egy dupla toppod, ez a nagy, és ennek a dupla a nyakvonala fölé kerül újra az árfolyam, tehát olyan 6, nem látom a számot 6 5 6, 6, itt fölé kerül, akkor az már egy jó long belépő. De ez még jobb long belépő volt, amit itt én megnéztem. De látható, azon a ponton, ahol ez itt fölé került, egy itt a stoppal, biztos, nem biztos, de esszes, hogy a duplatok fölött levő stoppokért idáig följön az árfolyam, vagy a korábbi lokális tetőre följön az árfolyam most ez nem következett be. Ha lehet, hogy már nincs dózsonszunk, helyes, view menü, terminál ablak, és amit a nem szabad csinálni, az az, mennyi 200 dollár bukta, 5 lottal, hány pont? Hm? Sorton látok? Legyen 4 lottal 50 pont, mert azt mondtam, hogy 12800 alá nem kéne lebukni, ugye? Az mondjuk itt van kb. Le fogunk bukni 12.8 alá, vagy nem? Ki mit mond? Csalunk. Az nyert, aki azt mondta, hogy nem. Viszont csinálunk egy kisebb trédet. 13 alatt zárjuk a napot, ha úgy akarják az égiek. Ha meg nem, akkor neki menjünk a pirosnak és a sárgának. Itt most a counter trend irányába skalpoltunk. Tök jó. És itt most nem kétharmadot zárok, már engedem d trade-be. Itt csak egyharmadot zárok. Ami nem jó money management, de figyeljétek meg. Szerintetek megyünk 13 ezer alá, vagy nem? Miért nem sortolunk, amikor eléri a piros vonalat? Azért nem sortolunk, mert ha sortoltunk volna, akkor akkor sortoltunk valamikor, én az emberadó fejjel játszottam másodjára, valahol itt, és amikor itt törte a nyakvonalat. Köbbe valahol itt. De mivel én nem itt sortoltam, itt már nem szeretek, meg itt se szeretek, hanem a lehető legjobb a helyen szeretek. És most meg lehet, hogy a lehető legjobb helyről van Longunk. Ki az, aki azt mondja, hogy a lehető legjobb helyről van longunk. Most azt mutattam, hogy a kirázós piacokon is, ha nem szakad a piac, lehet countertrendre trendre is kötni. Itt most két opció van, péntek este, az egyik az az, hogy nagyon keményen szétütik a piacokat, és lejövünk ezen szint alá, semmi gond. másik pedig az, hogy itt zárogattak hétvégén pozíciókat az emberkék, a nagyok, és közben nyitogattak sortokat valakik, és az a kérdés, hogy mikor zárják a sortokat be. De lehet, hogy szarul látom. Várunk, Én haláli nyugodt vagyok, és ugye az a kérdés, hogy megy-e 12800-ra a számla, vagy nem, szerintetek. Megkóstoljuk azt a piros vonalat, vagy nem. Jön-e utána a sárga, meg ez a sárga, ez itt az én kérdésem. Följövünk-e ide? 1,3 lotunk van. Segítek megválaszolni a kérdést. Daxon, Don, ugyane, vagy mi ez, Nasdaqon, ugyanezt lehet kötni. klikk. megbízás módosítása vagy törlése, piaci végrehajtás, egy nulla es lezárunk, ha bukunk, 16 dollárt bukunk, 13.051-ünk van, és akkor megnézzük, hogy meddig Meddig tudja az egeren balgombja tartani ezt a csodát? Idáig tudta. Megnézzük a daxot, Nem fogok kötni Daxot meg nasdaq Itt is gyanús a történet, hogy ez egy fals letörés. Berajzolom nektek. Elkössünk egyet, kitérlek el. Szabályszegés, így kell csinálni. Gyorsan mielőtt összeomlik a világ stoppot be. És van nekünk egy nazdakunk is, csak azt nem találom. Azt egyőre hagyjuk. Bár itt az history volt, ide tudnék varázsolni egy nazdakot is. Ott is kötünk egyet. Hát, ha bemegy 13 alá a számla. Amúgy tök mindegy, nem? Visszakapcsolunk Dóra, jó kérdés volt, hogy miért nem sortolunk a piros érintésénél. Itt az a feladat, hogy ki kell szépen üldögélni ezt a három pozíciót. Közben cseteljünk egymással, kérdezzetek. Kedves Dow Jones, indítsd meg fölfele a dax is, meg a nasdaq is. Nehogy beégjünk. nasdaq na is kéne egy parciális zárás, hogy ne izguljunk, ugye? Picikét szűk a stopp, én úgy ítélem meg, de hát, hogyha kiüti, akkor kiüti. Éles szám lenne, milyen lozán csinálom, de azért az se olyan rossz szám, hogyha nézitek és kell csinálgatnom itt a dolgokat. Éles szállán nyilván nem fog megintogatni két darab, három darab, két, három, négy, öt pozíciót természetesen. csak azért mutogatom, hogy az arányokat lássátok. Amúgy 0-3-mal is lehet úgy trédelgetni, hogy csináltok parciális zárásokat. Tehát közel van a stop, sajnos. Mint azt látom. De hát oda kell tenni, mese nincs. Hát ezek az záró trédek mára. És ha van zsinórban három kis stoppon, vagy 4, extrém esetben öt, akkor az a trédelési nap abban van hagyva. Itt most lehet, hogy ezt be is tudom mutatni élőben. A szerencsénk van. De ha akkor a van, mint amennyi, mint amekkora szokott, akkor még azt sem kizárt, hogy ezek a pozíciók elindulhatnának fölfele. hogy kezdjetek el imádkozni a duplavér. ért bár esőpiacon el szoktak maradni a W-k. Visszakapcsolok a Dow Jones-ra, hát ott valami történget, nekimentünk a pirosnak, ott a W, 0,9-ünk van, mindjárt jön a sárga. Vagy nem, ez nem befektetési tanács. Olyan, mint hogyha vetítenék, ezt nem. Ez itt meg volt, köszönjük szépen. Hát akkor megnézzük szép kényelmesen a nazdakot. Itt most engedjétek meg, hogy elnagyoljam. Egyszerre hárman kereskedő nem az igazi. Mindegy, hagyjuk a nazdakot, hadd örüljön. Ebből egy 0,7-et most lezárok, 0,6 is elég. Már csak az a játék, hogy a fantasztikus, a DAX-ra. És a DAX az meg annyira varázslatos. Itt most daytraderek leszünk, nem skalperek. Tetszik ez a hülyeség, hogy csinálok amúgy? De ezt is lezárjuk. Ne visszamegyünk Dow jones -ra. Kérdésem a következő lesz-e ma 13150 a számla, vagy nem? 13000 alá ma már nem megyünk. Éles számlán szerintem egy vagy kettő pozíciót kezeljetek, és ugyanabban az instrumentumból soha ne legyen három pozíciótok, csak abban az esetben. Mondjuk a hét elején nyitogattok, láttátok, hogy nekem voltak ezen a számlán lentebbi parcellzárásos mutatványok. Én szerintem, számoljunk közösen, ha van három darab egylotos pozíciód, Nasdaqhoz, a Dóhoz, és mondjuk a DAXhoz nézzünk egy, -egy árfolyamot, kerekítsünk. Legyen a Nasdaq meg a DAX 13 ezer, a Dó meg legyen 30 ezer, csak kerekítettünk. Ha annak a 20 adat tehát egy a 20-as játszatok, akkor a 30 eshez kell 1500, a 13 eshez pedig kell 600-600, tehát 3000, tehát egy ilyen 5000 dolláros eurós számlán, ezt egy lotokkal meg lehet egyszerre nyitogatni. Én itt azért nyitogatok három különböző indexen, abszolút nem kéne, egyen is nyithatnék kétszer-háromszer lotokat, nincs jelentősége. Szóval 13.150-re szeretném fölnyomni a számlát. És azért nem érdekel, hogy mi lesz, mert nagyjából, igaz, hogy a DAX nem lett értelmesen parciálisan lezárva, tehát itt picit többet kellett volna, nagyjából nincs kockázatom. Aranyon nagyon ritkán nem szeretem az aranyat, bitcoin sem szeretem, aranyat sem szeretem, részvényeket szeretem, indexeket szeretem, és esetleg az euró dollárt, meg ha már deviz, akkor gbp vagy gbp euró Olaj meg arany az olyan, az arra jó szerintem, de amúgy tök jó pörög a skalp is vele, hogy amikor nagyon szétütik, vagy nagyon túlveszik, akkor ez az aranyolaj témával lehet jókat játszani. Egyébként, ha megnézitek a legközelebbi, vagy tudom, ilyen akkor ott lehet látni, hogy van néha egy-egy kötés. Szerintem a Dow Jones, 500, Nasdaq, DAX nem rossz, picik rajta fel tudom tenni Youtube-ra, persze, Kihangsúlyozom, hogy nincs befektetési tanácsadás, nem másoljátok a dolgokat. 81-82-83-84-85%-a bukik, és a péntek este valaki akkora állat, hogy este 9-kor még kötöget, mint én, az viselje hogy az utolsó árampozíciója mint most éppen arra fele tartunk, akkor utána nincs több trade, és nem romboljuk le a számát 12800-ra. Ez így oké. Ezen a számlán extrém lotokkal kötögettem, ezért egy baromság ebből kiindulni. Én ezt azért csináltam, nem szeretek demózni, nagyon nem, unalmas. Mert az is idegesítő, hogyha véletlenül komoly pénzt csináltál volna aznap, bár szerintem ti demozatok éveket, én is éveket demóztam, és én azt gondolom, hogy van haszna is a demónak. De egy idő után én hajlamos vagyok vagy direkt lezúzni, vagy extrém lotokkal kötni, vagy ott hagyni az egészet, betenni direkt 300 pontra stoppokat, mert annyira már nem köt le az, hogy demózni kéne. De ettől függetlenül, én azt javaslom mindenkinek, hogy aki teheti, próbáljon meg megdemózni minél többet, sőt ezen piaci körülmények között inkább többet kössetek demó, mint élőbe, de persze lesznek olyan esetek, amikor érdemes élőben is kötögetni. Kérdés a következő. Én most ezt itt megosztom nektek. Ilyen profit görbénk, nagyon ritkán látszódik. Igen, nem. Tehát el lehet itt zongorázni egy demo 200 kötéssel, nyilván parciális zárások miatt ez lehet, hogy csak 80 vagy 100, tök mindegy. Amikor egyben van zárva a csúzó stb. Lehet így is kapolni, meg lehet úgy is, hogyha valaki túlköti magát, én nekem ez volt a betegségem nagyon sokáig, akkor a végén lezúzza. Tehát nincs hogy egy nap alatt ennyi trédesz, mint most én itt. Reggel négykor is volt trade, meg este nyolckor is volt trade, meg kilenckor szinte. Ez csak a megszállottaknak való. Legyen 4-5-6 traded, valamikor 10, és ha ebből 3-4 ki van stoppolva, és windows a napod, akkor laptop becsuk. Azokon a napokon, amikor ezer pontos mozgások vannak, nagy eséllyel bárki megszívja, ha rossz irányba áll, vagy elszáll, mert akkor átnyer, hogy azt a... És onnantól kezdve azt hiszi majd, hogy hú, de szép és csodálatos. Az átlagnyerő átlagvesztőkre érdemes figyelni, a profitfaktorokra faktorokra érdemes figyelni. Látszódik most a statement. 13.064. Szerintem nem egy rossz nap, és ami a lényeg, ne zúzzátok le a számlát hülyeségekkel. Látjátok, hogy ez, ez már nem az a szép long story. a nasdaq már meg sincs. Tehát ilyet a nap végére ne nyomjatok, hogy mondjuk 7 lot NASDAQ, szűk stoppal, pláne stop nélkül. Tehát ilyeneket ne nyomjatok ez a kérésem. De nekem meg kéne csinálni a 150-et, ugye? Úgyhogy nem olyan egyszerű az a 150-em. Gyorsan stoppot be kéne rakni. Nézzük a dót. Nem fantasztikus. Nézzük a DAX-ot. Már 28-nál járunk. Izgi, ugye? Cél az 50, Szerintem ez nem volt annyira szar, már elnézést. Daxból zárunk. 0-3-at. Fals letörés megvan. Kedves Dow Jones, határa csillagos ég. Ez annyira kemény volt, hogy még én is visszanézem, csak hülyeskedek. Mákom volt felé, tudom, hát figyeljetek, legyen ilyen mákotok, vagy sokkal durvább mákotok, ezt kívánom nektek. Én teljesítettem a célomat ezzel a webináriummal, igaz, hogy az ott levő célára még nem teljesült, ez itt a mágnes remélem fölmegy oda. Átkapcsoljuk picit a DAX-ra. Remény nem. DAX-ból lezárunk egy 0-2-t. Visszakapcsoljuk a dora. Ugye ja, mondtam, hogy kiráz, kiráz, kiráz a piac már minden remény elmegy, és egyszer csak megindulunk. Szépen, hát remélem, hogy a kockázat hozam ennél a trédén a olyan rossz. Néha kell, hogy legyen már is, itt már azért átvittük ezt a piros vonalat, és ne feledkezzünk meg arról, tisztelt webinárium látogatók. Itt van ám egy válfejvállalakzat, aminek a nyakvonal alatt, hogyha kialakul egy fals letörés, tegyük fel, akkor bizony benne a pakli, hogy ez a pali megvakarja itt a fejét, mert ott vannak a stoppok. Kérdezzétek, hogy csak egyen kereskedek-e, vagy nem? Hát ez egy scalp webinárium volt, itt egyen kereskedtem. Valaki azt mondja, hogy mindig nem lehet mákom, de mindig lehet mákom aki esetleg közös lottózásra meghív, szívesen x-elek kötött, de azért ennyire nem vagyok mákos. Sokszor van ilyen, hogy néha elcsípek egy-egy trédet, de vannak lezúzott demószámlák is, vannak direkt lezúzott demószámlák, direkt lezúzott felépített demószámlák. Meg van olyan is, hogy néha néha mondjuk jókor veszek egy-egy részvényt, vagy -egy, egy indexet, esetleg eurodollárt néha. De az a lényeg, hogy nem szabad túl trédelni magatokat, plusz nagyon veszélyes a tőzs, de láttátok, bemutattam, és ezeken a piacokon is lehet jól kereskedni. Ha én ezeken a számlákon mindig az egylatok, lotok, két lotok, három lotok, négy lotok, öt lotok helyett a felével, harmadával, negyedével, ötödével kötöttem volna. Egy demo, itt könnyen lehet ugrabugrálni, ne kövesse senki. Tehát mondjuk egy lottal kötök, szerintetek megfogok e 100 pontot a Dow ha most ránéztek a csártra. Csak egy kérdés. 600-on vettem, most 700. Napon belül elképzelhető, hogy megfogok 100 pontot. Szerintem sokkal több is elképzelhető. Na már most, ha ez így van, 100 pont, az 100 dollár. Egy lothoz kell a 20-ada, tehát a 33 ezeret elosztott 20 1600x, meg még kell egy kis fedezet, hogyha mondjuk 100-200 dollár mínuszig lecsúszol. Tehát ha van két akkor már egy dolgot tudsz kereskedni, nem professzionális számlákon és a világ bármelyik broker cégén, de nekem mindegy, hogy ki hol köt. Én itt elmondom, hogy ezen a felületen ezt lehet így csinálni. Rengeteg olyan cég van, ahol ezt lehet csinálni, rengeteg olyan cég van, ahol nem annyira lehetett ezt régen csinálni, de mivel Index CFD-ről beszélgetünk, azért azért nem egy rossz piac. de határidős indexek piacán is persze természetesen lehet kötögetni. És ebben az a szép, hogyha amikor a Dow Jones megfordul fölfele, vagy a Nasdaq, akkor bizony-bizony előfordulhat az, hogy bizonyos részvények is megindulnak. Hogyha most ez egy M15-ös csárt lenne, válaszolva arra a kérdésre, itt is van egy elmaradó dupla top éppen. Ön lehet egy nagy V. Ez volt itt egy falszászló. Fed, kitörtünk, Lejöttek a stoppok, ér még lejjebb. Aztán ki tudja, hogyan tovább. Mondjuk Nem tudok addig pofázni, hogy ez de Kérdőív véleményeket írjatok. Jót-rosszat mindegy miatt. Most nagyon elégedettek voltak a magyar oktatásokkal, tisztelt a kivételnek általában. És azt is be fogom mutatni minden egyes adáson, hogy az extrémotokkal milyen veszteségeket is el tudunk érni. Stop nélkül esetleg margin call is lehet csinálni, és többé, és a többi. Van nekem olyan demószámla, aminek az a neve, hogy margin call trader egyébként. Nem tudom, hogy áll, mindegy. Kezdő, meg trader, demo, mindenféle följeség. Sőt, van, amikor van olyan kis trader csapatoknak, elemezzük a kötéseiket, ilyen VIP dologként, lesznek reggeli idézőjelben, mondom, nem elemzések, hanem beszélgetések a piacokról. Szerintem ezt hétfőnként fogjuk megállítani. Időpontot nem, nem tudom. Lesznek esti dolgok, különböző témák, ami nagyjából ti igényeiteket tükrözi. Ha kell, akkor beszélek a Bitcoinról is, meg a Brentről is, meg a Johnson Johnsonról is, bármiről, mindegy. De nekem ez a kedvenc tematikám. Ettől függetlenül a másik nagy kedvenc a részvények hosszú távú vétele, vagy pedig rövid távú daytrade részvényekkel, vagy napon túli pozíciók tartása, vagy mondjuk kereskedés gyors jelentésekre, bizonyos típusú hírekre. De ott is fordítva gondolkodok általában, mint ahogy, mint ahogy kéne. Hát nem tudom, hogy ez tetszette, vagy nem. Én ennyit tudok ehhez hozzátenni vagy elvenni a ti Remélem, hogy fogunk még találkozni a jövőben, és kezdők, nem tudom, hogy ebből az egészből mi volt az, ami nem volt annyira riasztó, esetleg érdekes volt, hogy jelezzetek vissza nekünk. Szerintem a reggeli jellemzések, lesz egy reggeli, valamikor májusban is, Szerintem a júniusi dolgokat. Ezen kívül pedig azt is el akarom nektek mondani, hogy